a Választás, Változás és Cselekvés podcastben, ahol választhatsz, változtathatsz és cselekedhetsz, hogy egy másik jelent és egy másik jövőt teremts. Ezek az én történeteim választásról, változásról és cselekvésről és a fenomenális vendégeimé, akik velem tartanak itt. Már egészen kiskoromtól fogva arra szomjaztam, hogy változást hozzak létre a világban. A bolygó folyamatos inspiráció ebben számomra, az Access Consciousness pedig megmutatta az eszközöket, hogy tudjam, bármi lehetséges én pedig továbbra is választok. Te mit választasz? Hello, Hello mindenki, üdvözöllek titeket a Választás Változás és serekvés Podcastben. Én vagyok a hoztatok, Simon Milászász, és ne felejtjetek el minket követni Spotify-on, és akkor onnan át tudtok jönni a YouTube-ra, ahol egy egész lejátszási listánk van, és az Instagramon is ott vagyunk, ez a nevünk, eh, választás, változás, cselekvés, és ma a vendégem, Amanda Örleng. Nagyon sajnálom, mindig elfelejtem a vezeték neved, és csak úgy hívlak, hogy Amanda Pilát, ez, ami annyira rossz, de bocsi, Amanda, üdvözöllek, köszönöm szépen, és egyébként így hívnak az emberek, szóval semmi gond. Van nekem egy másik nagyon jó barátom is, Annyira utálom ezt, hogy valakit betenni egy dobozba, de ugye van az, Amanda Fox, aki pedig masszást csinál, és őt pedig mindenki úgy hívja, szóval Amanda a masszázs és Amanda Pilates, szóval te annyival több vagy, mint a Pilates. Úgyhogy csak egy kicsi háttér történet. Amandának van egy biznisze, aminek az a neve, hogy Connected, kapcsolódva itt Pridgen Beach-en, és egy nap, amikor megtaláltam, akkor csak azt kértem, azt kérdeztem a testemtől, hogy mit szeretnél most, és Shannon Oharát, lehet, hogy ismeritek Amanda, és is ismeri I've heard, I've heard Shannon, és hallottam, ahogy Shannon beszél a Pilatesről, és én azt gondoltam, hogy én egyáltalán nem tudok semmit a Pilatesről, de így mentem hazafelé, és ez olyan volt, mint egy magazinban, vagy tudjátok, csak így elkapta az ébelségemet, és így az volt bennem, hogy Amanda Pilates, na hát el kéne mennem és megnézni ezt a Pilates stúdiót, amit Shannon említett, és emlékszem az első alkalomra, amikor találkoztam veled, és imádtam azt, hogy nem csak így gondoltad, hogy miben vannak az emberek, hanem Kérdéseket tettém, tettél fel, és ítéletek és nézőpontok nélkül csak azt mondtad, hogy hello, mit tudsz a Pilatesről? És mondtam, hogy hát egy kicsit olyan, mint a stretching, a nyújtás, és te megmondtad, hogy hát oké. Okay. És nagyon ilyen alapmozdulatokat csináltattál velem, de imádtam ezt, hogy nem volt elvárásod, kivetítésed, hogy mit tudok megcsinálni. Annyira kedves... És annyira gyengéd volt ez a testem, mert, hogy meghívtál a lehetőségekbe, és még mindig ezt csinálod. És az egyik nap azt mondtad, hogy már tudod, hogy már hat éve pilátesz, de én pedig mondtam, hogy wow, nem, de hat év, ez fantasztikus. De tényleg még mindig, amikor bemegyek a stúdióba, akkor nem mondod azt, hogy oké, okay, ezt csináltad múlt héten, és euh, akkor most biztos ezt is tudod, hanem csak azt mondod, hogy szia, hogy vagy. És annyira imádom ezt, hogy mindig meghívsz hogy teljesen nyitott legyek és sebezhető a stúdiódban, és emlékszem egyszer, amikor véget ért egy kapcsolatom, és mentem Piláteszre, és akkor kérdezted, hogy jó, hogy vagyok, én pedig azt mondtam, hogy a fantasztikusan, aztán meg leültem a matracomra a széken, és elkezdtem sírni, és te pedig csak annyit mondtál, oké, ez a tér erre, és csak hagytad, hogy a földön feküdjek, és kísérjem a szemeimet, Szóval nagyon sok mindenen túl vagyunk, sokkal több, mint csak, hogy a Pilates oktatón vagy, és te is sokkal több vagy, mint egy Pilates oktató. Szóval ezért is hívtalak meg ma, hogy beszélgessünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. És elsőként a kérdésem az az, hogy neked annyira dinamikus kapacitásaid vannak a testekkel. tudnám mesélni nekünk, hogy mikor találkoztál először így a tested, de mi indította ezt be? Nagyon érdekes kérdés, és azt kell, hogy mondjam. 15 éves voltam körülbelül, amikor az első masszás tanfolyamomra mentem. Egy privát tanfolyamra mentünk, egy 6-7-es tanfolyamra, és ott a hölgy azt mondta nekem, hogy van valami olyan képességed a testekkel, amit taníthatatlan, amit nem lehet tanítani, és én pedig mondtam, hogy tényleg, mert hogy éreztem dolgokat, csak nem tudtam szavakba önteni. És aztán ugye folyamatosan érdekeltek a testek. Én táncos voltam, ilyen modern táncot táncoltam, és így tudtam kifejezni a testemmel. A többi lány röplabdázott, vagy teniszezett, de én pedig táncoltam. Aztán elköltöztünk, és abba kellett hagynom a táncot, és olyan elveszettnek éreztem magamat. Nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal többé. És aztán most ugrunk egy pár évet, és akkor rátaláltam a Pilatesre, és azt éreztem, hogy Úristen, megtaláltam a táncomat újra. Mert hogy én szeretem felfedezni a testemet és a pilátesz, amikor először tanultam, akkor rájöttem, hogy nem olyan, hogy most van egy recept, és mindig ugyanazt csinálod. Mert vannak olyan modulok, ahol ugye mindig ugyanazt és ugyanazt csinálod, és számomra ez unalmas. De szóval az, hogy szabad vagyok, és kifejezhetem a testemet, ez fontos számomra. És ezért szoktam mindig kérdezni, aki hozzám jön, hogy hogy van ma a tested? Mert hogy semmi sem olyan, mint az előző nap. Igen annyi különböző eleme van ennek, ami felépíti azt, hogy milyen vagy, szóval jól aludtál, vagy van valami nyomás. És például az egyik nap, mindig imádom az őszinteségedet velem, mert nem próbálsz kivetíteni valamit rám, hanem csak törődsz velem, és meghívsz valami másba. És ugye a stresszről beszélgettünk ebben a valóságban, és azt kérdezted, hogy stresszes voltam-e? És én ránéztem, és mondtam, hogy nem, mert nem vagyok stresszes abban az értelemben, ahogy a legtöbb ember definiálja a stresszt, csak, csak azt mondtad, Simon, ugye nem stresszes például a pénze, vagy a pénz miatt, de van stressz az életedben, mert például sokat utazol, és ez stresszt ró a testre, nem arra van szó, hogy úgy ébredsz feregel, hogy ja, úristen, de ez is egy stressz, ami ugye a testet éri, és volt egy nap, amikor tényleg fel kellett fedeznem egy más lehetőséget ezzel, és ez csak így átfordult, és egy ilyen relaxáció letúrna rajtam, és akkora segítség vagy ebbe, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, amit adsz nekem és a testemnek. Igen, ezt én is szeretném neked elmondani, mert te is mindig hatalmas hozzájárulás vagy nekem, és én is neked. És ezért is annyira erőteljes ez, mert hogy ugye ez egy olyan kombinációja annak, hogy mi lehetséges, amit mi teremtünk meg. És ugye például a mi ö, sessionjeink azok elképesztőek, és mindig ö, azt gondolom, hogy Úristen, mi történt ezen a sessionen, és amikor először bejöttél el a stúdióba, azt sose felejtem el. És például mondtad nekem, hogy csináljuk egy applikációt, kb. amikor másodszorra jött, és mondtam, hogy dehogy is, én nem fogom megmutatni magam. Szóval te is nagyon bátorítasz engem arra, hogy csináljak olyan dolgokat, ami fantasztikus, szóval szerintem ez egy nagyon jó kis terápiás kapcsolat. Tudod, én mindig mondtam valakinek a minap, hogy Amanda Prison beach van, de elérhető világszerte. És van, és van neki egy fantasztikus, de ami most a legszuperebb szerintem, ez egy ilyen lejátszási lista, amivel bátorítod az embereket, hogy tudják, hogy mennyire erős és potens a testük, és akkor Amanda Masszás mondtam, hogy tudod, Amanda Pilatesnek van ez a szuper lejátszási listája. És akkor Mondta, hogy lenne egy YouTube csatornán. És ez fantasztikus. És mindenkinek mondom, hogy menjetek és keresétek meg Amanda YouTube lejátszási listáját, mert elképesztő az, ahogy te bátorítod a testeket, hogy mozogjanak. És szeretném megemlíteni azt, ahogy mondtad az előbb, akár Sharonnal, akár velem ezeket a sessionöket, hogy sosem tudjuk, hogy hova vezetnek ezek. De mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan ö, bátorítod az embereket arra, hogy ne eldöntsék, hogy mi lesz egy-egy ilyen alkalommal? Igen, ugye ez az éberségről szól, igaz? Szóval, hogyha változást szeretnél, akkor ugye nem abból kell kiindulni, hogy hol vagy most, hanem csak, hogy tudd, hogy mi van most, Például, hogy csak a légzéssel kezdünk, ez egy nagyon egyszerű módja, hogy kapcsolódj önmagadhoz. És a másik az, hogy nem kell most csinálni, de hogyha például becsukod a szemedet, és valami másra gondolsz, nem csak a, mi a testeddel kapcsolatos érzed, például a hőmérsékletet, a, a ritmusát, a légzésednek, vagy érzed mondjuk a veseidet, ezek nagyon részletes információk, amikor nem tudsz semmit a testedről, de hogy így segít az érzékelésben, például, hogy így előre-hátra dőlsz. Szóval egy kapcsolatot teremtesz a saját testeddel. És vicces, de most egy olyan világban élünk, amikor nagyon elváltunk a testenktől, Testeinktől, ez olyan, hogy a technológia, az életmódunk, és ez mind egyre eltávolított minket önmagunktól. Ahogy te is mondod, sosincs elvárásom, hogy milyen lesz egy-egy ilyen találkozás senkivel. És van olyan, hogy eltervezünk valamit, de aztán azt mondom, hogy az elején, hogy, oké, okay, nézd, például elterveztünk valamit, de most nincs uh, hozzáférésünk ahhoz a géphez, amit gondoltuk, hogy dolgozunk, és akkor ki kell találnunk valami mást. Vagy például elkezdünk dolgozni, és akkor uh, azt mondod, hogy ú, uh, ez nekem most nem megy, akkor persze megváltoztatjuk, hogy számodra is a legkényelmesebb legyen. És uh, ez igyekszünk megváltoztatni, hogy ugye ne legyen az, mint az életünkben, hogy azt gondoljuk, hogy egy út van, és azon kell lemennünk, hanem tegyük fel a kérdést, hogy mi más lehetséges még. És igen, és hogy legyen bulis. És Amanda pont ezt mondta, hogy tényleg ezt a... Tehát, hogy Amanda visszadt az életembe ezt a, az örömet, ezt a boldogságot, hogy imádom a választásainkat. És például itt is úgy kezdtük, hogy Amanda azt mondta, hogy hogy van a tested? mert ugye nem olyan rég, egy pár hete az ambulancián, vagyis hát egy mentőben kötöttem ki, és kórházba kerültem, és annyi éberséget adott ez a helyzet, és valamelyik nap beszélgettem a mandával, és mondta, hogy Sen, csináld ezt, Simon. Én, és például van, például elterveztem, hogy megmászom ezt a hegyet, ami itt van, és azt kitaláltam, hogy én felmegyek, és ő pedig azt mondta, hogy nem, először kezd lapos felszínekkel, és annyira hálás vagyok, mert ahogy mondtad ezt, akkor érzékeltem, hogy a testem relaxál, mert hogy megnyugodott, hogy először csak sima felületen kell mennie, és például 10-15 perc nekem eljutni ebbe a Nemzeti Parkba. Nem egy nagy dom, de hogy én rögtön kitaláltam, hogy na, én felmegyek a tetejére és ehelyett ugye voltak körülötte különböző útvonalak, amik laposak voltak, és akkor megkérdeztem a testemet, hogy oké, okay, testem, uh, hol szeretnél menni? És hogyha azt mondta, akkor megfordultam, és tegnap pedig felmentem egész a tetejére, de nem erőltetésből, hanem azért, mert bulis volt, mert örömteli volt. És tudod, ez egy annyira fantasztikus felfedezése a testemnek és önmagamnak. Ja, igen, annyira hálás vagyok. És... Még a minap volt egy edzésünk, és azt kérdezted, hogy hello, hogy vagy? És mondtam, hogy igen, de olyan törékenynek érzem magam. És azt kell mondjam, hogy ilyen érzelmes voltam egy csomó dologgal kapcsolatban, és te nem kommentáltad ezt, csak azt mondtad, hogy csináljam azt, egy ilyen mozgást, hogy tegyem le a kezem, és aztán pedig emeljem fel az égbe, és azt mondtad, hogy most hogy vagy? És mosolyogtam, mert azt éreztem, hogy kontrollban vagyok, és te pedig mosolyogtál, és mondtad, hogy igen, tudnál erről mesélni, elmagyarázni nekünk, hogy mi ez? Szóval, amikor felemeled a kezed az égbe így, szóval tényleg, amikor így felnyújtózol a kezed, de ezt úgy hívjuk, hogy erőpóz. Amikor ugye így kiegyenesedsz, és megnyújtod az izmaidat, és így kinyúlsz, és ha a lábad lent van a Földön, vagy pedig, hogyha fekszel, akkor ugye a hátad. Mindegy, hogy mi, csak ugye ez így egy ilyen egy kinyúlást eredményez, és ugye a gerinced is így megnyúlik, és a tested energiája pedig kijön a koronacsakrádon, a fejed búbján, és mehetsz bármilyen forráshoz, amire gondolsz, de minden esetre az a lényeg, hogy az energia forrása az ugye kijön rajtad keresztül. És ez annyira jó érzés, mert ugye így az erőt beemel. Szóval, amikor ugye kinyújtod így a kezed, hogyha néztek minket, akkor ti is csinálhatjátok. Mondd azt, hogy szörnyen érzem magam, szörnyen érzem magam, szörnyen érzem magam. szörnyen érzem magam. És ez nagyon vicces, amit most csinálunk. De ugye. A, teste teljesen elutasítja ezt az állítást, vagy ezt az érzést, mert hát egyszerűen vicces, hát nevetsz, és mosolyogsz, és érzed, hogy ez egy hazugság, mert nem tudsz depressziós lenni, vagy feszült lenni, amikor fent van a kezed az égben így. És például kipörbál, kipróbálhatjuk a fordítottját is, például ugye egy húzd össze magad, és így mondod, hogy Úr Isten, most van életem legszebb napja, fantasztikus. Ez nagyon vicces, de érzitek. Szóval, hogy lehetetlen. Mert ugye a testünk nem hülye? A testünk azt mondja, hogy nem, szóval ez nem illik össze. A, a testünk pozíciója az tényleg össze van kapcsolva az érzéseinkkel, az érzelmeinkkel. Szóval, például emlékszel, amikor ugye volt ez a sérülésed, és amikor ugye lefeküdtél az asztalra, és akkor ugye ebben a pózban voltál, Szóval ez volt ugye a kifejezése a testenek, hogy oké, okay, biztonságban vagyok, kontrollban vagyok, én gyógyulok. Szóval annyi pozitív dolog történt ennek az élménynek a hatására, mert sokszor emberként hajlamosak vagyunk a negatív gondolkodásban, Ba menni, mert például, amikor azt mondod, hogy valakinek, hogy jó, hogy vagy, és mindenki azt mondja, hogy jaj, szörnyen, úristen, annyira elfoglalt vagyok, most ide repülök, most oda repülök, a gyerekek ezt csinálják, vagy azt csinálják, vagy harcolok a férjemmel, vagy bármi, de hogy nagyon ritka, amikor valaki azt mondja, hogy fantasztikusan vagyok. Tudod, hogy amikor így megállsz, és relaxálsz, és fantasztikus vagyok, szóval lélegzem, járok, boldog vagyok, iszom a kedvenc csájomat, vagy szóval, tudod, de az emberek annyira abba a mennek ilyen gyorsan, hogy minden nehéz, szóval azt figyeltem meg, hogy tényleg nagyon-nagyon sokszor ugye negatív dolgokra fókuszálnak az emberek, szóval például, amikor van valami problémád, akkor nem fogjuk azt tettetni, hogy nincs semmi baj, csak mindig megpróbálok megpróbálok majd egy kicsit arra vezetni, hogy nézzük a jó oldalát a dolgoknak, és hogy gyógyulj, és egy ilyen magasabb rezgésbe emeljelek. Szóval amikor ugye így lejjebb és lejjebb és lejjebb megy a rezgésünk, amikor pozitív gondolataink vannak, amikor hálát érzünk, akkor körülbelül 15 mhz magasabban rezeg a tested, ez mérhető és ez nem kell, hogy gazdag legyél, nem kell, hogy egy cégbe legyél, csak milyen három dologért vagyok hálás ma. Én például így kerek fel minden reggel, mielőtt bármit csinálnék, azelőtt találok három dolgot, amiért hálás lehetek. Néha ezek ugyanazok a dolgok, de minél inkább gyakorlod, hogy megtalálod ezeket a dolgokat, akkor egyre éberebb leszel arra, hogy miért lesz például egy példám. Hogy az emberek azt mondják, hogy én nem tudom, hogy miért lehetek hálás, és ez ugye nagyon nagy kihívás lehet. És akkor én csak mondom, hogy én például annyira hálás vagyok, hogy tele van a tankom, mert akkor bár, bárhova elmehetek, és ez fantasztikus. <laughs> Tudod mit? Mindig úgy vagyok ezzel, hogy megtankolni az automat az unalmas. <laughs> szóval. Ugye, amikor így állok a piros lámpánál, és akkor arra gondolok, hogy ó, oh, Isten, tankolnom kell az autómba, szóval most már ezt meg fogom fordítani, és elképesztően hálás leszek azért, hogy megtankoltam az autómat, tehát nagyon tetszik ez. Igen, tudod mit? Mert a legtöbb ember, amikor a testekről beszélünk, és hogy hogyan tudunk kapcsolódni a testünkkel, vagy hogy mennyire vagyunk éberek a testünkkel, Szóval például, hogy van egy autód, és tudom, hogy neked egy nagyon szép autód van, tehát az előző is az volt, de ugye van az új autód, és hogyan gondoskodsz az autódról? Azt mondanám, hogy... Azt mondanám, hogy sokkal inkább, mint mások, mint például nagyon közel lakom a strandhoz, és akkor ezért gyakrabban takarítom, mint mások. Mi például milyen üzemanyagot tankolsz bele? A legjobbat? És mi van akkor, hogyha mondjuk ki, ki durran a kereked, vagy meghúzod az autód? Például pont volt, hogy a defektet kaptam az egyik nap, és volt egy fantasztikus srác, aki kicserélte a kereket, és annyira törődött az min és annyira fantasztikus volt. Szóval mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy ez az autó a tested? És hogy törődsz -e annyira a Tested, de, mint az autó? de igen, én többször tusolok, mint az autó. Hát lemosom. De, például. Én elég jó vagyok abban, hogy jó dolgokat töltsem fel a testemet, mert ugye szoktam vele kommunikálni, hogy mit kért, de ugye, amire most ránézünk, vagy amire most rá tudok nézni, hogy túlhajtom a testemet, túl gyorsan hajtom. Szóval nincs például egy ilyen relaxáló vezetése, hanem csak egy uh, gyorsan, ide, oda, ide, oda. És például én ez az, amit érzékelek a saját testemmel kapcsolatban, ugye, mint hogy most ugye szinte a falhoz vágott, hogy meg kell állnod, és hogy talán ott kell egy másik nézőpontot, és meg kell, hogy legyen a sebezhetőséged, hogy euh, relaxálja testeddel, és Értem, amit mondasz, és imádom, mert hogy például én nem töröttem olyan szuperül a testemmel, mint például az autómmal. Szóval például mondjuk azt, hogy ugye van egy teljesen új autód. Miért vettél egy új autót? Mert bulis, nem tudom. Csak úgy éreztem, hogy itt az idő. Oké. Okay. Megadnád ezt? Azért... Adtad meg a testednek? Mert ő kérte? Nem. De ez a test, amit az első naptól fogva velünk van, és mégsem úgy törődünk vele, mert ugye könnyű venni egy új autót, vagy egy új autót, de azt nem lehet, hogy a testünkkel is ezt csináljuk, hogy vasszus megyek és szerzek egy újat. Ami azt jelenti, hogy ugye azt tudjuk megváltoztatni, hogy hogyan gondoskodunk magunkról. Ugye vannak az izületeim, és azoknak tudunk egy hosszabb élettartamot adni, és megnézhetjük azt, hogy mit szeretne a testünk adni nekünk. Legyünk éberek. Ez a kulcs. Például, ugye én lovagolok, és a lovak szeretnek gondoskodni rólad. Ez a munkájuk úgymond nem akarnak harcolni veled, nem akarnak konfliktusba kerülni, hanem őket arra tervezték, hogy gondoskodjanak rólatok, hogyha hagyod, hogyha hagyod, akkor ők ezt meg fogják tenni, hogyha elkerülöd, vagy ellen akarsz állni, akkor azt csinálják, hogy jaj, mitől félsz, oh, és akkor ilyen szörnyű lesz, amikor lovagolsz rajtuk, de hogyha hajlandó vagy befogadni tőlük, akkor egy fantasztikus jelenlétet okor. Szóval ugye van egy csomó eldöntésünk a testünkről, pedig ugye a testünk velünk együtt szeretne működni, nem ellenünk száz százalék. Van még egy másik példám is, amit imádok. Mert hogy az, arra jöttem rá mostanában, ahogy ugye volt ez a gond a gerincemmel, és ugye csináltak egy CT-t, te tudsz erről, Piláteszen voltam nálad, és az egyik alapmozdulat a Piláteszben, ugye a híd, ami azt jelenti, hogy ugye így feltolod a ö, gerincedet, és utána pedig vissza. De én azt mondtam, hogy én ezt utálom, ezt a hidat. És te pedig azt mondtad, hogy hát igen, mert a tested nem szereti. És én pedig azt mondtam, hogy isten, hát ez egy annyira egyszerű éberség, tényleg. Szóval akkor nem fogjuk. Ö, hajlítani a gerincedet, hanem csak fel, és le, csak fel, és le, és annyira imádja a testem, és utána annyira azóta annyira örömteli a számomra. Szóval, hogy csak legyen kongruens a mozdulattal, amit szeretnél. Nem azt mondani, hogy jaj, én ezt nem szeretem, jaj, én ezt nem szeretem, hanem tegyél fel egy kérdést, oké, okay, Testem, szeretnéd ezt a mozdulatot valahogy máshogy csinálni? Vagy van választásod, bármit? Ahogy mondtad is, hogy ne menjünk bele ebbe a negatív dologba, hogy ezt elkerülőd, vagy hogy konklúzióba mész, hogy ellenállsz neki. Amikor konklúziónk van, hogy jaj, ezt nem, tesz, nem szeretem, és akkor ezt elkerülöm. De például most én is most már szeretem ezt a hidat. Igen, nagyon szeretem azt mondani az embereknek, hogy ez egy más nyelvezet, és az a mi ö, dolgunk, hogy megtanítsuk az embereknek. Szóval ugye például, ugye, akiknek válfájdalma van, vagy hátfájdalma van, akkor mondom, nem arról van szó, hogy ez így van, hanem én csak szeretem őket bátorítani, hogy próbáld meg megtanulni a tested nyelvét, mert információt ad neked egész nap. És a mi feladatunk pedig az, hogy üljünk le, hallgassuk meg, és tegyünk érte valamit. Istenem, ez pontosan az, ahogy én is leírnám ezt. Hogyha ö, felmentek a weboldalomra, akkor van egy olyan hívás, hogy a fájdalom ajándéka. És annyi éberséget kaptam ugye ebből az esetből, ami volt a velem is, és az emberek is mindig azt mondják, hogy ó, ez van, az van. És én is azt a kérdést teszem fel, hogy milyen éberségem lehet itt a testemmel, és például az eszköz, amit én a legtöbbször használok, amit gerideg lesz az Excess alapítója tanított nekem, és ez vicces: hogy ó, testem! annyira hálás vagyok, és annyira sajnálom, hogy nem vagyok olyan okos, mint te, hogy megadnád azt az információt, hogy mi ez a fájdalom, mi ez, amit megjelent, és ez egy annyira más törődés a testeddel, és annyira imádom ezt. És azt gondolom, hogy nincs semmi, amit a tested ad, vagy ami a testedben megjelenik, amit nem tudnál kezelni, csak sokkal inkább arra visz vagy aha felé visz, hogy egységközösségben légy a testeddel, és ne harcolj ellene. És hatalmas gyógyító. Az a hölgy, akivel találkoztál 15 éve a masszázs tanfolyamon, abszolút igaza volt, és annyira imádom, amilyen vagy, és amikor kiírod, hogy van egy tanfolyamod, akkor csak így izgatott leszek, hogy Úristen, de jó, ezt! és ugye például most Sydneyben voltál, és uh, valami agykapacitásra kapcsolatos dolgot csináltál, szóval mi az, ami most így feltüzel, ami iránt érdeklődsz? Hó, Istenem! Mondjál mindent! Ez a probléma. Hogy most visszajöttem Sydneyből, és ahol volt egy négy napos uh, kurzusom, így az Adja kapcsolatban, ADHD, dislexia, OCD, szóval mindenféle ilyen mentális problémával kapcsolatban, gyerekekre koncentrálva, és ez másik érdekes dolog. Csak azt kértem, hogy a hozzátok ide! Ez egy csodálatos dolog, mert egy annyira fantasztikus változást tudsz elérni már olyan korai pontján az életüknek, szóval ugye ez hatása lesz rájuk, ez hatása lesz a családjukra, hatása lesz a barátaikra. És ugye én annyira imádom ezt, hogy mi az a testükben, amit megváltoztathatunk, mert oké, okay, ugye azt mondják, hogy ez az agyuk, de mi van akkor, hogyha a testükkel is megváltoztathatunk valamit. Szóval visszajöttem erről a négynapos napos kurzusról Sydney-ből, és valami így feljött az e-mailembe, hogy uristen, Úristen! Úristen! abba hagynád, hogy és csak foglalkoznál azzal az információval, amit most kaptál? és például én egy folyamatos tanuló vagyok. Szóval, ha van valamilyen szenvedélyed valamivel kapcsolatban, akkor csak folyamatosan tanulni akarsz, és tanulni akarsz. Szóval tudod, néha az emberek azt mondják, hogy mit fogsz az információval csinálni, amit tanultál, hogy például egy workshopot akarsz tartani, például a tíz éven keresztül jöttek az információk, kinek van szükségére most, és ez is fontos, hogy hozzáférésünk legyen, hogy bármi is jelenik meg, például amikor mondtad ugye, hogy ott sírtál. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy például az én helyem az egy ajándék, ahová az emberek jöhetnek megnyugodni, mert hogy a stresszt eltároljuk a testünkben, a traumát eltároljuk a sejtjeinkben, bezárjuk, és... Ugye ez az, amit megtanultunk, pedig ez nem az, amit csinálni szeretnénk, el szeretnénk engedni. Például, amikor az emberek sírnak, hát én százakat láttam sírni a stúdiómban, amikor pilatesezni jönnek, mert ugye ez egy érzelmi elengedésem, jó, történik. És ugye az én helyem, az itt van nekik. És tudják, hogy ide jöhetnek. És oké, okay, akkor most dolgozhatunk azon, hogy mi más jelenhet meg. És például bármilyen kurzust is csináltam, például neked ugye a hátaddal, azt imádom, hogy azt mondod, hogy... <laughs> igen, hogy amit te csináltad, a hátaddal. Hát persze, ez olyan, amit egy ember csinálna, ezt könyvekből tanultad, és én is mindig így vagyok a stúdióban, hogy oké, okay, megtanultunk valamit, de hogy nézzünk rá mélyebben. Szóval, ugye nem azt mondom, hogy ez a gerinced, és. de hogy ez csak a Legvégső része, mert hogy ennél sokkal több van, ugye belül, és az emberek nem éberek erre. És ezért mondom azt, hogy fedezzük fel minden rétegét a testnek, és ebben én tudok segíteni. Szóval, például, biztos mások is szuperek abban, amit csinálnak, hisz mindannyiunknak van ajándéka, és mindannyian hozzá tudunk járulni. És például én sosem keseredek el. Na jó, ez nem igaz, de hogy nem veszem túl személyesre, amikor egy másik stúdió nyílik, mert tudod, úgy vagyok vele, hogy én nem szolgáltok ki mindenkit a világon, mert hogy az a tény, hogy van egy másik stúdió is, akkor lehet, hogy valaki oda fog menni. De azok az emberek, akiknek rám van szüksége, és akikre nekem van szükségem, azok hozzám fognak jönni. Szóval, tudod? nem lehetsz abban az állapotban, hogy így ragaszkodsz. Hogyha ragaszkodsz valami az, akkor nem leszel flexibilis, és akkor nem tudsz úgy elengedni, vagy úgy mozogni, tudjátok, és akkor nem férsz hozzá a jó dolgokhoz. Volt még egy kérdés, szóval, hogyha ezt nézitek, vagy hallgatjátok, akkor ezt tőled is meg szeretném kérdezni, hogy mit kérsz a testedről től, és te azt kérdezted tőlem talán három éve, valahogy így évelején, hogy Mit kérsz a testedtől? És én pedig azt mondtam, hogy Há, ö, vajon mit kérek a testemről? Mert az azonnali válasz nagyon sok évig az volt, hogy, hogy fogyjak, és hogy így próbáltam megváltoztatni a testemet, de hát ez ítéletből volt. Meg abból, hogy nem, most ez fog történni, és ez egy ilyen erőszak volt. De aztán arra gondoltam, hogy feladtam ezt, hogy muszáj legyen a testemnek fogynia, és hogy megváltoztassam a súlyomat, és akkor így eltűnődtem egy percig, amikor ezt kérdezted, hogy á, mondjuk akkor flexibilitásra és erőre vágyom, mert ne legyen az, hogy amikor így fel akarok kelni a székre, és akkor azt mondom, hogy oh my God, és akkor így néznek az emberek, hogy ó oh, Istenem, szóval rugalmasságot kérek. Szóval amikor ugye erőre és rugalmasságot kértem, akkor te azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ezen fogunk dolgozni. És az érdekes dolog az az, hogy ahogy az erőmön és a flexibilitásomon kezdtem dolgozni, akkor elkezdtem fogyni, és akkor én egyszerűen nem is értettem. És ez annyira érdekes volt látni, hogy amikor kijöttem ebből az erőltetésből és ebből az erőszakosságból, akkor a testem csak így csinált, hogy és relaxál. És akkor, ha felteszed ezt a kérdést, hogy testem milyen szeretnél lenni, akkor egy teljesen más, más valóságot tudsz teremteni. És hogyha most itt be kéne fejeznünk, akkor mit szeretnél adni az embereknek, hogy mit vigyenek el a testükkel kapcsolatban ma? Mert például ugye említetted ezt a kb. egyperces perces meditációt a testeddel, szóval mit ajánlanál az embereknek? A legnagyobb dolog az az az, hogy tiszteljék a testüket. Mindenjunknak van ez a jaj, fogyni szeretnék, vagy jaj, vannak dolgok, hogy főleg a nők, hogy hogyan érezzék magunkat magabiztosnak, de mondd el mindazokat a dolgokat, amiért hálás vagy szó. Szóval például én végzek egy ilyen gyakorlatot, hogy minden részén a, testén, a testemnek végigmegyek, hogy akkor a, a fejemen, a testem, a vállamon, a melkasomon, szóval mik azok a dolgok, amiket szeretek a testemen, és ez egy hatalmas dolog, mert hogyha nem szereted a testedet, akkor ez nem egy túl komfortos feladat, vagy dolog végezni, de például a kávézóban, és akkor nézd meg a többi embert, Például láthatsz dolgokat. És az emberek érzékelni fogják, éberek lesznek rá, hogy te mennyire imádod a testedet, hogy mennyire hálás vagy neki. Mert mindig lesz egy más perspektíva. Hogyha elkezded tisztelni azt, amit van, ha elkezded szeretni önmagadat, akkor egy más frekvenciát kezdesz el teremteni és ez új és fantasztikus dolgokat fog vonzani az életedbe, és jobban fogod érezni magad. Ez csak, ez csak fizika, hogy őszinte legyek. <laughs> fizika, igen, tedd fel a kezed az égbe. És egyszerűen ez annyira vicces mondtam neked, hogy ó, van egy boldogsággyakorlatod, és tényleg ez a boldogsággyakorlat. Tehetsz fel a kezed az égbe, és ez mindent megváltoztat. Szóval Amanda, annyira köszönöm, hogy itt voltál velem. Mindent ide fogunk tenni, hogy hogyan tudnak az emberek kapcsolatba lépni veled, mert például az egyik dolog, amit ő csinál, amit az elején említettünk, ugye van egy Instagram oldala, és például Ugye van egy házi feladat, hogy minden, vagy adtam neki egy házi feladatot, hogy minden nap csináljon egy videót, és nagyon-nagyon-nagyon ajánlom, hogy kövessétek Instagramon, van egy fantasztikus lejátszási listája YouTube-on, és nem tudom, hogy most csinálsz-e ilyen online sessionöket, de igen, és mindig gondolkozom rá, hogy jaj, van vajon kapacitása rá, vagy ideje rá, de tényleg csinálsz ugye ilyen online sessonokat is, szóval csak érzékeljetek bele abba az energiába, amire Amanda meginvitált titeket, mert az annyira szép és annyira fantasztikus. Szeretném meg bármit mondani mielőtt megyünk? Nem, csak nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Fantasztikus volt. Én vagyok nagyon hálás neked, hogy találkoztam veled. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy Amanda Pilates vagy az én világomban is megenél sokkal több és kövessetek az Instagramon, és van egy három hónapos tagságom, ami most fog kezdődni, az a neve, hogy Hello Testek, és hogyha szeretnétek élvezni a testeteket, lesz két hetente hívásunk, mindenféle energetikai gyakorlatot fogunk csinálni, privát beszélgetések is lesznek, szóval a december elején kezdődik, és hogyha szeretnétek ezt is megnézni, akkor keresétek a weboldalamon Hello Testek élvezzétek a testeteket, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Amanda. Sziasztok! Ha tetszett ez a podcast, kövesbe be, és iratkozz fel, hogy bekerüljön a kedvencét közé, így mindig kapsz értetést, amikor új rész jelenik meg. Minden visszajelzést elolvasunk, szóval ha van bármilyen téma, amiről szívesen hallanál, írd meg nekünk. Ha pedig többet szeretnél tudni az elhangzott eszközökről, tanfolyamokról, látogass el a simonmilászász.com weboldalra, és kövess az Instagramon, Simon Milathas-t. A podcastnek is van saját Instagram oldala, Choice, Change and Action. Ne felejtsd el, hogy le tudod tölteni a show jegyzeteit, és végül legyen túlból is a mai napod.